Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió szeptember 19-ei csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Összefogásból csarnok. Már dolgoznak a munkagépek az MNAMK területén. Jövő szeptemberre elkészülhet az új sportcsarnok. Tanösvény a tónál. Játékos feladatok során ismerhetik meg Bács-Bokod élővilágát a látogatók. Tisztes helytállás. Katzenmeier Kira kitartóan küzdött, de mérkőzést nem tudott nyerni a junior Európa-bajnokságon. Elkezdődött a munka az MNAMK melletti telken. Az intézmény új sportcsarnokát a kivitelező a tervek szerint 10 hónap alatt építi fel, így jövő szeptemberben már használhatják a pályát a diákok. A csarnok 3 támogatási forrásból, valamint saját erőből, mintegy 600 millió forintból épülhet meg. A földmunkákkal elkezdődött a német iskola új sportcsarnokának kialakítása. A kosárlabdapálya méretű küzdőtérrel bíró épület az intézmény egység keleti oldalán kap helyet. Nagy szükség van az újabb térre, hiszen az iskola létszáma az utóbbi 10 évben a kétszeresére nőtt. A heti 5 testnevelés órával, a délutáni edzésekkel és szabadidős sporttevékenységekkel kinőtték a 3 részre osztható régebbi pályát. Most azt lehetne mondani, hogy ha csak a gimnáziumnak a sport testnevelés óra igényeit kellene kielégíteni, akkor körülbelül arra elég lenne, viszont ugye közben már általános iskola is működik itt, tulajdonképpen 42 osztályunk van, elsőtől 13. évfolyamig, és itt van még 6 óvodás csoportunk is, tehát ezt az igényt, a heti 210 testnevelés órát, ugye a heti 5 testnevelés órával már nem tudja ellátni a régi sportcsarnok, ezt már nagyon régen kinőttük. A közös munka kiváló példája annak az összefogásnak, amely az iskola, a fenntartó és a helyi önkormányzat között működik, emelte ki az intézmény német igazgatója a sajtótájékoztatón. Dörte Christensen elmondta, 4 forrásból építhetik fel az új csarnokot, ennek egy jelentős részét, 500 ezer eurót a Német Szövetségi Külügyminisztérium biztosítja. A világon 142 külföldön működő német iskola van. Elmondhatjuk, hogy ez egy nem mindennapi támogatás, amit az MNAMK kapott arra, hogy sportcsarnokot építsen. Nem sok német iskola kapott ekkora támogatást. Ez annak a jele, hogy a Német Külügyminisztérium és a Budapesti Német Nagykövetség nagyra értékeli azt a munkát, amit az MNAMK, mint külföldön működő német iskola végez, amely egyúttal a magyarországi németek egyik legnagyobb művelődési és oktatási központja is. A további források tekintetében az intézmény működtető közalapítvány az EMI-től 130 millió forintot, a miniszterelnökségtől pedig 140 millió forintot kapott támogatásként, valamint 160 millió forintos önrészsel kiegészítve építik fel a csarnokot a 2 éves előkészítő munka után. Augusztus 13-án történt meg a munkaterület átadása, és ha minden a tervek szerint halad a kivitelezőnek, 2020. június 13-áig kell a csarnokot befejezni, tehát most annyit mondhatunk, hogy a következő tanévtől talán már mindenkinek rendelkezésére áll, úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz. Az épület hasznos alapterülete több mint 1000 négyzetméter lesz, a pályát pedig 2 részre tudják majd lerekeszteni. A szükséges eszközöket a nyáron vásárolja meg az intézmény, a diákok pedig a jövő tanévtől már birtokukba vehetik a csarnokot. Megnyitották a forgalom számára az Árpád-téri körforgalmat. A szökőkút építésének munkálatai miatt eddig félpályás útzár volt érvényben, lámpák irányították a forgalmat. Az autósok szerdán délelőtt már áthajthattak a csomóponton, egyedül az Árpád utca felé tilos a haladás. Itt a földhivatal épülete előtt már elkészültek a parkolók kialakításával, az utca aszfaltozása azonban még hátra van. A kivitelezés határideje szeptember 30-a. Egy új tanösvényt adtak át Bács-Bokodon, amit a helyi iskolások már ki is próbálhattak. A község polgármestere elmondta, a pályázat célja a helyi kulturális és természeti értékek bemutatása. A tanösvény egy horgásztanyához vezet, az út során pedig sok információt megtudhatunk a környék élővilágáról. A település polgármestere Kovács László ismertette a pályázatot a jelenlévőkkel, amelyet a község testvérvárosával Nemesmiliticssel adtak be.
A programnak köszönhetően számos rendezvény és fejlesztés is létrejöttett a településen, köztük a tanösvény, amelynek keretein belül kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik a bácsbokodott körbeülelő természeti életet. A bácsbokodi halastó köré épült tanösvényen 21 tábla található, amelyen játékos feladatok keretein belül tanulhatnak a diákok. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek ne csak az iskolába tanuljanak, hanem azokat a többek között természeti ismereteket, amiket a helyszínen is sajátíthatnak, azokat itt a természetben tudják megtanulni, és sokkal könnyebb akkor, amikor vizuális módon is látják azt, hogy milyen ismeretanyag érhető el a település közelében, hiszen ezek a táblák tökéletesen alkalmasak arra a játékos feladatokkal, hogy könnyebben elsajátítsák azokat az ismereteket, amit lehet, hogy egy könyvből nehezebben tanulnának meg. Szeptember 19-én és 20-án Bácsbokodról, Katymárról, Tatáházáról és Bácsborsodról is 45 gyermeket várnak egy játékos vetélkedőre. A kétnapos rendezvény célja, hogy megismertesse a környező települések fiataljaival a bácsbokodi tanösvényt. A gyerekek elmondták, sok érdekességet tanultak a túra során. Állatok, színek a településről, meg még ilyen tóról, hogy milyen állatok vannak itt. Mi kipróbáltuk a táblákon a forgatásokat, megnéztünk halakat, meg a madarakat is megnéztük. Meg láttunk állatokat. Meg gyógynövényeket is láttunk. És hogy tetszett eddig? Nagyon jó volt. A túra egy vetélkedővel és egy tesztlap kitöltésével ér véget, ahol a diákok összemérhetik megszerzett tudásukat. A bejárás végén a tó melletti horgásztanyán egy ebéddel látták vendégül az éhes csapatot. Autómentes nap Baján. Vasárnap számos programmal várják a családokat a Petőfi-szigeten. Az Európai Mobilitási Héten a gyalogosok és a kerékpárosok kapják a főszerepet. A rendezvényről a szervezőket kérdeztük. Sajtótájékoztatóra várták a média képviselőit szeptember 18-án a Bajai Közösségi Házba. A Mi Hazánk mozgalom bemutatta az egyéni választókerületek bajai jelöltjeit, valamint a tájékoztató után lakossági fórumra invitálta a szavazókat. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke és Szabadi István, a Bács-Kiskun megyei elnök programjukról és a választást követő céljaikról számolt be a sajtónak. Az egy éve megalakult párt a Bácskában 3 polgármester jelöltet indít, Baján pedig mind a 10 választókerületben állította a képviselőjelöltet. Bot László a 4. választókerületben indul. Ami általánosságban Bajára jellemző, szeretnénk elsősorban a fiatalok helybetartását munkahelyteremtéssel megoldani, hogy ne kelljen külföldre menjenek, hanem itthon a tanult szakmájukba helyezkedhessenek el. Megpróbálnánk régóta esedékes esővíz elvezetést megoldani, az ivóvíz javítását szeretnénk megoldani, amelyik minden választókerületbe utak, járdák rendberakása. Ezen kívül szeretnénk felállítani egy olyan hivatali apparátust, amely foglalkozna a közterületek gondozásával, temetők karbantartásával, illetve be az apparátusba tartoznának azok is, akik a közintézményeket vigyáznák, portaszolgálatát ellátnák. A jelöltek között szerepel Zima Dávid, Vér József, Üveges Tibor Béla, Csernai Tibor, Katyi Róbert, Juhász Gábor, Pálfi Erika, Darabos András és Jaszenovics Istvánné, aki korábban a Jobbik tagja volt, jelenleg függetlenként tagja a képviselőtestületnek. A sajtótájékoztatót követően lakossági fórumra várták a helyieket, ahol a jelöltek a mozgalom főbb céljairól beszéltek az érdeklődőknek. Rossz hatással volt a zöldségfélékre a szélsőséges időjárás, ennek következtében a termelés jövedelmezősége is csökkent. Tájékoztatott a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A szervezet közleményében kiemelte, az év rendkívüli szárassággal indult, csak az április végi csapadék javított jelentősen a talajnedvesség tartalmán. A május lényegesen hűvösebb volt, mint tavaly, ezért a növények döntő többsége nehezen indult fejlődésnek. Több növényvédelmi probléma is jelentkezett az előző évhez képest, főleg baktérium és gomba eredetű betegségek okoztak kárt. Mindezek miatt a zöld borsótermés például átlagosan 4,8 és 5 tonna körül alakult, ami éppen csak fedezi a termelés költségeit. A kukorica és a hagyma termés átlagosnak ígérkezik, az ipari paradicsomnál jók a kilátások.
A paprikatermelők azonban gyenge vagy közepes szezonra számíthatnak. A gyökérzöldségek terméskilátásai biztatóak, a káposztatermelők pedig átlagos évre számíthatnak, derül ki a helyzetjelentésből. Az egészséges életmód és a környezetvédelem kerül előtérbe a hétvégén. Baja város az idei évben is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, amely során a fenntartható fejlődésre hívják fel a lakosság figyelmét. A rendezvénysorozat a vasárnapi autómentes nappal zárul. Az autómentes nap egyik különlegességéről, a Láda vasútról mesél Cifra Erika. A kezdeményezést ezúttal is az Európai Mobilitási Hét keretében szervezik meg. A több mint két évtizedes múlta rendelkező programsorozatot azzal a céllal hirdetik meg országszerte, hogy népszerűsítsék a környezetbarát városi közlekedést, mondta a művelődés szervező. Az ökológiai fenntarthatóság és a természetesség, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy ugye elektromos járművek is léteznek most már, illetve hogy a bicikli utak fejlesztésével és elősegítésével, amit a város kezdeményezett is nagyon sok felé már található, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mindig mindenhova autóval kell menni. Az idei évben sem lesz hiány élményekből, a családi és gyermekprogramokon túl ugyanis ügyességi játékokkal, sportfoglalkozásokkal és egy mobil kresszpályával várják a Petőfi szigetre látogatókat. A rendezvényen ezúttal is kiemelt szerepet kapnak a helyi kerékpárosok, akik egy látványos felvonulással hívják fel a figyelmet az autómentes közlekedésre. Vasárnap a Tóth Kálmán téren találkozunk 15 órakor, és a Petőfi-szigetbe próbáljuk meg befejezni a kört olyan 4 óra környékén. A Táncsics utcán megyünk, Kölcsein, nagy vonalakba, Szent Lászlón vissza, picit a Pesti úton, a Jelkis körforgó megépülése előtt még ott is teszünk egy kört, aztán a Kossuthba bemegyünk, Rókus felé el, és majd a Szabadság utca felé, onnan jövünk a Szent Háromság térre át le a Petőfi-szigetbe. Az esemény népszerűsége nem csak a városban töretlen. A rendezvény sorozat nemzetközi honlapján ugyanis csak nem 300 magyar település csatlakozott a felhíváshoz. Baján vasárnap délelőtt 10 órától várják a látogatókat a Petőfi-szigeten. Az elmúlt héten Finnországban rendezték meg a Judo Junior Európa-bajnokságot. A kontinens viadalon a Mogyi Bajai Judo Klub reménysége, Katzenmeier Kíra is indult. Kíra számára már a részvétel is nagy dolognak számított, hiszen rögös út vezetett az EB-ig. Katzenmeier Kíra a bajai judósport egyik legnagyobb reménysége, az elmúlt években sorra szállította a kiváló eredményeket. Az idei versenyeken is keményen dolgozott, hogy sikerüljön a kvalifikáció a junior Európa-bajnokságra. A fáradozásait siker koronázta, az előző héten ott lehetett a magyar válogatottban a finnországi kontinens tornán. Kíra első mérkőzésén hatalmasat harcolt, azonban nyerni nem sikerült neki, így búcsúzott. Koszovói lányjal került össze, aki tényleg a súlycsoportjának az egyik meghatározó alakja ott juniorba, a harmadik is lett ez a lánya végén. Hát neki ugrott szépen, tényleg, ahogy megbeszéltük, aztán a meccs felénél kb. Akkor a koszovói lány azért érződött, hogy van egy kis fizikai különbség, és ott kijött igazából a meccsen, és sajnos vereséget szenvedett. Radics Attila nem csak Kíra trénereként volt jelen Finnországban, hanem a magyar női junior válogatott szövetségi edzőjeként valamennyi lányért ő felelt. Tette mindezt sikeresen, hiszen a magyar válogatott 7 éve nem látott eredményességgel egy aranyat, egy ezüstöt és 2 bronzot is hazahozott. A lányoknál az előzetes elvárás az egy érem volt. Hál' Istennek ezt sikerült is teljesíteni egy Európa-bajnoki címmel, Özvas Szofi révén. Nagyon-nagyon szépen dolgozott, tényleg egész nap folyamán, tehát jó volt nézni. Ugyanakkor a többi lány is tényleg szépen oda tették magukat, talán 2 embernek is volt esélye, hogy pontszerző helyen végezzen, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fiatal válogatott, hiszen első éves juniorokból áll. A nemzetközi sorozat a hétvégén tovább folytatódik. Ezúttal Szigetvári Mercedes tehet meg egy újabb lépést az olimpiai szereplés felé, ehhez az üzbék Grand Prix kellene jó teljesítményt nyújtania. Gólgazdag felkészülési mérkőzést játszott szerdán a bajai SK labdarúgó csapata. Koch Tamás együttese a Vasváriban 8-7-re nyert a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány U19-es gárdája ellen. A focistáink vasárnap már élesben bizonyíthatnak. A bajnokság 5. fordulójában a Bács Borsód látogat a Vasváriba.
A bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzését vívja pénteken a Bajai Bácska FKEB csoportos férfi kosárlabda csapata. A bajaiak a pécsi VSK ellen gyakorolhatnak utoljára. Az összecsapás pénteken 17:30 kezdődik az MNHMK sportcsarnokában. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Összefogásból csarnok. Már dolgoznak a munkagépek az MNHMK területén. Jövő szeptemberre elkészülhet az új sportcsarnok. Tanösvény a tónál. Játékos feladatok során ismerhetik meg Bácsbokod élővilágát a látogatók. Tisztes helytállás. Katzenmeier Kira kitartóan küzdött, de mérkőzést nem tudott nyerni a junior Európa-bajnokságon. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A jobbára derült vagy gyengén felhős éjszakát követően pénteken délután már erősebb gomoly felhőképződésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti megyékben lehet kis eséllyel egy-két futózápor. Holnap már csak kevés helyen lehet élénk légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 19 fok között alakul.